Mai alkalommal a fényvédelemről lesz szó. Az elektromágneses sugárzás hullámhossza és energiája fordítottan arányos egymással. A legkisebb hullámhosszú, ugyanakkor legnagyobb energiájúak a gamma sugarak. Ezek folyamatos spektrumot alkotnak, és a végén a legnagyobb hullámhosszú, legkisebb energiájú sugarakat a rádióhullámok jelentik. Mindjárt ebből az esetből csak a látható fény tartománya érdekel ebben az esetben, hiszen ez az, amire egy külön érzékszervünk alakult ki, ez pedig a 400 és kb. 800 nanométer hullámhosszú sugarakat jelenti. Ezeket látható fénynek nevezzük, és hogyha felbontjuk ezt a sugárzást, akkor az igolyától a szivárvány színen keresztül a vörösig találkozunk ezekkel a fényekkel. Na most, hogyha kinagyítjuk ezt a látható fény tartományát, akkor azt látjuk, tehát, hogy itt van a szem által érzékelt 400-800 nanométeres tartomány, de nézzük meg, mi történik a látható fényen túl, illetve innen, azokkal, amelyek a szem számára tehát nem láthatók, mégis hatással vannak az emberi szervezetre. Egyszerűbb a helyzet a hosszabb hullámhosszú, kisebb energiájú sugarakkal, ezek hőhatásként jelentkeznek az emberi szervezetre, ezt egyébként tudatosan fel is tudjuk használni, hiszen például melegítésnél ezekkel a sugarakkal érjük el, hogy például a bőr átmelegedjen. A mai szempontból sokkal érdekesebb a szabad szemmel nem látható ibolyán túli sugárzás, amit latinul ultraviolának nevezünk, innen származik a rövidítés, az UV tartomány. Ennek is három részét különböztetjük meg, tehát nem látható, viszont a szervezetünkre hatással vannak. Az UVA, az UVB és az UVC tartományokról van szó. Nézzük, milyen hatással vannak ezek az emberi szervezetre. Az UVA, tehát a három közüli leghosszabb hullámhosszú, legkisebb energiát képviselő tartomány, ami egy tartós bőrfesték képződést hoz létre, és ugyanakkor gyulladás keltő hatása nincsen. Amikor az energia növekszik, és ugyanakkor a hullámhossz csökken, akkor megjelenik ennek a sugárzásnak egy gyulladás keltő hatása. Ugyanakkor nagyon érdekes módon ez már tartós bőrfesték, azaz pigment képződés nem hoz létre. Még inkább károsító az UVC kategória, ami kisebb 280 nanométernél, ez már nagyon komoly gyulladáskeltő hatással rendelkezik, és a kórokozók számára ugyanakkor egy fertőtlenítő hatást is kimutat. Hogyha ez a két károsító sugárzás hosszabb időn keresztül éri a bőr, akkor megjelenik a bőrpír, azaz az eritéma, ami a bőrre olyan hatással van, hogy a külső rétegnek a víztartalma csökkenni fog, először megjelenik egy púderszerű hámlás, aztán ez egyre nagyobb lemezekben korpázó, illetve lemezes hámlása alakulva a bőr így védekezik ezzel a károsító sugárzás ellen. Nagyon fontos, ahogy mondani szokták, hogy a bőr nem felel. Tehát a fiatalkorban összeadódó ilyen hatások sokkal gyorsabb öregedést hoznak létre, és ezáltal komoly kozmetikai problémát jelentenek. Hogyha most megnézzük, hogy hogyan is működik a fényvédelem az emberi bőrben, akkor azt lehet látni, hogy itt a bőr tulajdonképpen három rétegét különböztethetjük meg. Ez a két réteg a hámréteg, alatt helyezkedik el a kötőszövet. A hámnak is két rétege van ilyen szempontból. Van egy olyan rész, amit élő hámnak, csigának nevezünk, illetve van olyan, amelyik már elhalt. Ez az elhalt rész fogja a védelmet biztosítani a bőr számára. Itt az élha és a hám határán található egy olyan sejtréteg, ami őssejteknek tekinthető folyamatos sejtosztódásban éli az életét, és ezek között helyezkednek el az úgynevezett melanociták, amelyek a bőrfestéket, a melanin termelik. Hogyha megnézzük ezt a réteget, ahova folyamatos kinyomódással kerülnek egyre kijjebb a sejtek, ez az úgynevezett tüskés sejtek rétege, ahol jól látszik, hogy ezen sejtek fölé csoportosulva helyezkednek el a melanociták által termelt melanoszómák, amelyek mint egy napernyőként védik meg a külső károsító sugárzás ellen a bőr. Hogyha ez csak egy kis napfény, nem tart túl hosszú ideig,
akkor ezek a kis festékrögök, azok elhelyezkednek, és ez elegendő a védelemhez. Ha tartós napnak kitettség figyelhető meg, akkor maguk a melanocíták, azaz a sejtek kezdenek el osztódni, és ez hozza létre a bőrnek a barnulását. A különféle fényvédő szereken lehet látni egy úgynevezett faktorszámot, ami arról szól, a hivatalos neve az úgynevezett Schulze-féle fényvédő faktor, ami arról szól, hogyha egy adott szemét mindenféle kozmetikai szer nélkül kezeletlen állapotban a bőrét kitesszük a napsugárzás hatására, mennyi időkülönbség van a kezeletlen, illetve valamilyen kozmetikai a kezelt állapotban a bőrpír megjelenéséig. Tehát azt jelenti, hogy azonos körülmények között hányszor hosszabb ideig képes a napsugárzásnak kitett állapotban lenni, anélkül, hogy megjelenjen a bőrpír. Tehát, hogyha van egy olyan ember, aki mondjuk 30 percig tud a napon lenni, de a 30. percben megjelennek ezek a hajszálleves tágulások, amit a bőrpírként érzékelünk, akkor egy 10-es fényvédő faktorú készítmény hatására ez a 30 perc 300-ra módosul, amikor újra megjelennek ezek a bőr kipirosodások. A különféle kozmetikumoknak a napfény szempontjából kettős hatásnak kell megfelelniük, mégpedig az első, hogy hogyan tudja elnyelni maga a kozmetikum a károsító sugárzást. Ilyen szempontból három kategóriára oszthatjuk, az erős fényvédő hatással rendelkezők a káros sugárzás 85%-át, közepesek 75-80%-at, és még a gyengébb minőségűek is legalább felét el kell, hogy nyeljék a károsító sugaraknak. Ugyanakkor pedig azokat a barnító sugarakat, amelyek a bőr szempontjából nagyon fontosak, ezeket pedig minimum 65%-ban át kell, hogy elnyeljék. Gondolhatná valaki azt, hogy akkor teljesen vonjuk be a bőrt, és semmiféle napfény hatása ne érje, ugyanakkor viszont a barnító sugárzás indítja el a bőrben a D-vitamin termelést, ami nagyon-nagyon fontos a csontrendszer keménysége, egészsége szempontjából. A továbbiakban kísérletek segítségével mutatjuk meg azt, hogy hogyan is változik a különféle anyagok hatására a fényvédelem. Ehhez egy egyszerű UV-tollat használunk, aminek a látható fénye azon alapul, hogy bizonyos molekulák elnyelik a láthatatlan sugárzást, és a látható fénnyel adják vissza a környezetbe. Hogyha ezt most megnézzük, a tiszta vizen keresztül bocsátott fénysugárzás, a fény útja a vízben nem ütközik akadályokba, áthalad rajta, tehát gyakorlatilag nem nagyon látszik. Hogyha a másik főzőkuhárba egy tonik oldatot teszünk, tudni kell, hogy a tonikok keserű ízét a kinin adja, a kinin egy bonyolult szerves molekula, ami fluoreszkálásra képes, ami azt jelenti, hogy az UV-tollnak a sugárzását elnyelve a látható fény tartományában sugároz vissza, és látható, hogy más a fénysugárnak az útja a víz esetében, illetve a tonik esetében. Nézzük akkor, hogy mi történik, hogyha különféle akadályokat helyezünk ennek az UV-fénynek az útjába. Nézzük először egy közönséges CD-borító hatását, ugye ez a CD, ez műanyagból készül, nézzük meg, hogy hogyan hat erre a fénysugára. Látható, hogy tulajdonképpen semmiféle komolyabb gátat nem képez az ultraibolya sugarak átjutása előtt, ez egy kezeletlen CD-borító volt. A következő CD-borítót bekentük közönséges glicerines kézápolókrémmel. Nézzük meg, hogy ennek van-e valamiféle hatása a fény útjára. Szerintem jól látható, hogy ez se képez közbe akadályt. A harmadik CD-borítót pedig egy 30-as faktorú UV-ABC védelemmel ellátott kozmetikummal kentük be. Hogyha megnézzük megint, hogy milyen hatása van, akkor látható, hogy ez a kozmetikum, ami egyébként a
gyerekek számára készült különösen jó minőségű kozmetikum nagy részben lefogja ezeket a károsító sugarakat, tehát nyugodt szívvel ajánlható, amikor a kisgyerekek napra mennek, hogy ilyennek kenjék be a testüket. A bőrünk az viszonyítva hasonló fényvédelemre van szükség az emberi szemnek. Nézzük meg, hogy egy teljesen közönséges UV-védelemmel nem ellátott szemüveg hogyan változtatja meg ennek a fénysugárnak az útját. Itt se lehet semmiféle változást látni. Nézzük akkor egy napszemüveg hatását, ami egy érdekes kettős hatást is kivált. Ha megnézzük, hogyha a fény útjában napszemüveget tesszük, akkor látható, hogy megszűri ezeket a sugarakat. Ez azért nagyon-nagyon fontos, mert a sötétítő napszemüveg mögött kitágul az a rés, ahol a fénysugarak bejutnak, és hogyha a napszemüveg nem rendelkezik UV-szűrővel, akkor szinte nagyobb károsító hatást érünk el, mint hogyha egyáltalán nem szerepelne benne UV-szűrő. És a harmadik egy olyan különleges, jó minőségű üvegnek a hatása, ami igaz, hogy nem napszemüveg, viszont UV-szűrővel el van látva, hogyha ezt a szemüveget a fénysugár útjába engedjük, akkor látható, hogy ez is teljesen meg tudja szűrni a fénysugarakat. Ilyen módon gondoskodhatunk a testünk és a szemünk fényvédelméről.